Súlyos beteg gyerekeket várt álomautózásra a Ments Életet Alapítvány 60 fiatalnak szereztek életre szóló élményt Zsámbékon. Az alapítvány 12 éve segíti a beteg gyerekeket és családjukat, ez idő alatt már több mint 5000 fiatal arcára csaltak mosolyt. Rally autóban ülve, extrém csúszós körülmények között, vagy egy gokartot vezetve próbálhatták ki a beteg gyerekek. Az élményautózás szombaton a Zsámbéki Driving Camp pályáin. A 11 éves Molnár Domonkos Budapestről érkezett, nála leukémiát diagnosztizáltak az orvosok. Életem egyik legjobb élménye. Nagyon gyors volt. El sem hittem, hogy benne ülök. A Ments Életet Közhasznú Alapítvány támogatói segítségével 60 súlyosan beteg gyermeknek szerzett most életre szóló élményt. Ezek a gyermekek gyakorlatilag hetek óta nem alusznak. Ezt a telefonok és az e-mailek és a különböző megkeresésekből tudom, hogy számolják a napokat. A szülők is ugyanúgy számolják a napokat, és alig várták, hogy jöhessenek, és biztos vagyok benne, hogy ez egy meghatározó élmény marad a számukra. A Ments Életet Alapítvány 12 évvel ezelőtt jött létre, hogy segítse a gyógyulását és a társadalomba való visszailleszkedését a súlyos, az életet veszélyeztető betegségben szenvedő gyerekeknek. Az elmúlt években több mint 500 fiatal életét tették boldogabbá és reménytelibbé. Az a feladatunk, hogy amikor ilyen gyermekeknek, akik ilyen súlyos betegségből próbálnak felgyújulni, és ilyen nehéz úton mennek végig, számunkra ők igazi hősök, és az a cél, hogy ezek a gyermekek, amikor van egy ilyen álmok, akkor azt teljesítsük, és bízunk benne, hogy ez segíti a gyógyulásokat is, és sok-sok ilyen álom fog még megvalósulni az életük során. Szombaton minden résztvevő mosolyogva szállt ki az autókból, a szakemberek szerint az ilyen élmények nagyban hozzájárulhatnak a gyerekek gyógyulásához.